Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió szerdai híradóját látják. Először nézzük fontosabb híreinket röviden. Könyvbemutató, Bánffy Miklós a Népszavazás külügyminisztere című könyvét mutatta be Tóth Imre és Török Balázs. Megemlékezés, koszorút helyeztek el Gróf Széchenyi István szobránál születésének évfordulója alkalmából. És extrém időjárás, a legforróbb nyár volt az idei Sopronban. Kedden mutatták be a Múzeumnegyedben Bánffy Miklós a Népszavazás külügyminisztere című könyvét. A hiánypótló kötetben Bánffy Miklós fiatalkoráról is írnak a szerzők, de nagy részben a külügyminiszteri időszakát, vagyis 1921. áprilisától 1922. decemberig tartó periódus dolgozták fel, benne a soproni népszavazás időszakát is. Egy pódiumbeszélgetés során mutatták be a Soproni Múzeum alkotóműhelyének legújabb példányát. A múzeum történészei a Sopronért is sokat tevő Bánffy Miklós munkásságát dolgozták fel. Leginkább az, hogy Bánffy Miklós, akinek nagyon kiterjedt és széles körű volt a tevékenysége, külügyminiszterként talán kevésbé ismert, vagy azt mondom, kevésbé elismert az ő munkássága. Nem mondom, hogy fehér folt, mert hiszen nagyon sok két világháború közötti időszakkal foglalkozó és magyar külpolitikát érintő könyvnek ő a szereplője, de azt az másfél évet, amit ő a külügyminisztérium élén töltött, ezt részletesen is azt gondolom, hogy kellő elfogadatlansággal és alapossággal nem tárták még fel. A kötet társszerzője, Török Balázs a könyvkeretes szerkezetéért felelt, mind a bevezetőben, mind a végszóban a levéltári és más kutató munka során fellelt információkat foglalta össze. Amit én rendkívül érdekesnek találok Bánffy kapcsán, az az, hogy ő az 1800-as évek második felében Erdély egyik leggazdagabb családjába, legnagyobb adófizető családjába született, és kisemmizve, minden ingatlanától, birtokától megfosztva, éhezve fejezte be földi pályafutását Budapesten, menekülve Romániából, Erdélyből. Tehát aki nem jártas, vagy csak vázlatosan a korban, de megismerkedik Bánffy Miklós élettörténetével, az egy kiváló belátást nyer abba, hogy mik voltak a fő stációi, és micsoda szélsőséges fordulatok jellemezték az akkori magyar történelmet. Az eseményen részt vett dr. Simon István alpolgármester is, aki beszédében kiemelte, hogy Bánffy Miklós élettörténete a mai ember számára is példaértékű, és megköszönte a szerzőknek, hogy a polihisztor pályafutását sokak számára elérhetővé tették. A soproniak nagyon szerencsések, mert páratlan természeti környezetben, gazdag műemléki környezetben élhetünk. Kitűnő múzeumaink vannak, nagyszerű gyűjteményekkel, ezeket a múzeumokat pedig elkötelezett, képzett szakemberek vezetik. Az intézmény falai között azonban tudományos kutató-alkotó munka is folyik, ennek egyik eredménye ez a Bánffy Miklósról szóló könyv, ami egy hiánypótló mű, és elmélyíti tudásunkat, hazaszeretetünket, patriotizmusunkat. Ennek is köszönhetően itt Európa szívében nem egy társulás, egy konglomerátum vagyunk, hanem nemzet. És ez a legfontosabb. Sokoldalú arisztokrata, Bánffy Miklós, Kisbán Miklós néven szépíró, grafikus és illusztrátor is volt, de a tollforgatás és a képzőművészetek mellett a társművészetek terén, a színház világában is otthon volt. A mű és annak tartalma Farkas Gábor vezette pódiumbeszélgetés alkalmával vált megismerhetővé a közönség számára az év múzeumának választott Soproni Múzeumban. Koszorút helyeztek el Gróf Széchenyi István szobránál születésének évfordulója alkalmából kedden délután. A Perkovács ház baráti köre és a Széchenyi Társaság soproni tagozatának rendezvényén részt vett dr. Farkas Ciprián Sopron polgármestere és több önkormányzati képviselő is, hogy tisztelegjenek a legnagyobb magyar emléke előtt. Szinte már hagyomány, hogy a Perkovács ház baráti köre és a Széchenyi Társaság soproni tagozata koszorúzással emlékezik meg Széchenyi István születéséről.
A legnagyobb magyarként számon tartott politikus ezer szállal kötődik Sopronhoz, ahol a mai napig több intézmény viseli nevét. Itt, ahol most jelen pillanatban állunk, a Soproni Széchenyi téren, ez a Széchenyi család kezdeményezésére jött létre. 1828-ban javasolta a család a promenád kialakítását. Sopron városa a legnagyobb magyar halála után azonnal három ügyről döntött. Egyrészt eldöntötte, hogy legyen a legnagyobb magyarnak Sopron városában szobra. Eldöntötte azt, hogy legyen egy a Széchenyit jellemző és a Széchenyi ideáit megtestesítő új reprezentáns kaszinó épülete. Itt van mögöttem. Ezen kívül pedig a később kialakult főreál tanoda, a szintén Széchenyi nevéhez fűződik, és ez az iskola 1924-ben felvette szintén a legnagyobb magyar nevét. De a teljesség igénye nélkül említhetném, hogy 1941 óta a soproni könyvtárunk is az ő nevét viseli. A megemlékezésen a városvezetés részéről fejet hajtott dr. Farkas Ciprián polgármester, Magas Ádám, Filip Márk és Dóra György önkormányzati képviselők, valamint dr. Brummel Krisztián polgármesteri irodavezető. Széchenyi István városunk első díszpolgára, a modern polgári Magyarország alapjainak a lerakója és a legnagyobb magyar. Ő volt az, aki a tehetősebb társadalmi rétegek fokozottabb szerepvállalását szorgalmazta annak érdekében, hogy, mint ahogy mondta, a magyarnak ne legyen üres a hasa, a feje és az erszénye. Arról a példát vennünk a mában is. Széchenyi István a reformkori politikai küzdelmek egyik vezéralakja volt, aki a gazdaság és a közlekedés mellett Magyarország köz- és sportéletének szervezésében is halhatatlan érdemeket szerzett. Haltelepítés miatt Sopronban és a környékén is horgászati tilalom lép életbe, tájékoztatott közösségi oldalán a Sopron és Vidéke Horgász Egyesület. Szeptember 27-én pénteken 10 órától szeptember 29 vasárnap 6 óráig a Szalamandratónál, az Ibolyatónál, a Kistómalmon, a Gidapataki tározónál, valamint a Rákospatak csatorna fertőtó felőli szakaszán is tilos lesz a horgászat. A tilalom Nagy-Tómalomra, a Rákospatak csatorna Fertőrákos felőli szakaszára és az Ikvapatakra nem vonatkozik. A Soproni Petőfi Színház célul tűzte ki a kortárs drámairodalom támogatását. Éppen ezért hamarosan bemutatják Pass Andrea Eltűnő ingerek című drámáját. November 16-án láthatják a darabot a nézők Kamara Színházi előadásban. A Sopron TV a darab olvasó próbáján járt. Pass Andrea a kortárs magyar drámaírók egyik kiemelkedő tehetsége, aki különös érzékenységgel nyúl családi történetekhez, költői módon artikulálva az ifjúság szeretetvágyát. Ebben a történetben egy kamaszlány beteg édesapjának történetét meséli el a legmagasabb drámaírói színvonalon, katartikus módon. Nagyon nehéz téma. A halál, az elmúlás, a betegség, ennek feldolgozása, aki belekerült a bajba, azt, hogy kíséri az ember ezen az úton végig. Ő maga is ezt hogy dolgozza fel, nagyon nehéz dolog, de ezen nagyjából minden ember átesik, és ha mondhatnám azt, hogy ez egy vizsga is, mert van, aki úgy esik át, hogy ja, oda se nézek, jaj, nem veszek róla tudomást, majd megoldódik, az orvosok megoldják, de nem így megy. Tehát ez mindenkire óriási nagy feladatokat ró, akinek a környezetében egy szerette bajba kerül, és azt valamikor majd el fogják számolni, hogy hogy viselkedett. A darab rendezője Kéri Kitti, akinek gondolkodását, szemléletmódját jól ismerhetik a nézők, hiszen tavaly ő rendezte a nagy sikerrel játszott Pacsirtát. Elmondása szerint az Eltűnő ingerek című dráma nagy hatással volt rá, hiszen ő is átélt hasonló gyászfolyamatot, mint a szerző. Ez az előadás mindenkiben más előadást fog szülni, aki nézi. Mindannyiunknak megvannak a magunk veszteségei, a magunk fájdalmai, vagy a feldolgozatlan traumái, egy gyász, vagy egy haláleset, vagy akár csak egy elengedés, vagy egy veszteség során, aminek köszönhetően, amikor nézi a néző ezt az előadást, vagy olvassa az ember ezt a darabot, ezt a drámát, akkor összerakja a saját élményeiből, a saját érzéseiből és idegrendszeréből
azt az előadást, ami az ő előadása. Tehát nagyon szubjektív lesz, és nagyon személyes. A dráma főszereplője Széles Tamás színművész, aki első olvasás után tudta, hogy nagyon mély munkafolyamat lesz számára a darabban való játék. Végigbőgtem az egész darabot, amikor elolvastam. Elképesztően megrázó, mert hát nem a szereplő sorsát mutatja, vagy nem az az érdekes, hogy mi történik vele, vagy meghal, vagy nem hal meg, vagy hogyan hal meg, hanem beleavat abba a folyamatba, hogy milyen meghalni. Amitől mindenki egész életén át fél és retteg. Ugye az ember alapvetően minden félelme mögött a halál félelme rejlik, és nem akarunk szembenézni vele. Mindig elnyomjuk, lenyomjuk, valahogy besöpörjük a szőnyeg alá. Pedig ha az ember szembe tudna nézni a saját halálával, akkor rájönne arra, vagy általában az elmúlással, hogy a halál és az elmúlás az érlel. Az olvasópróbát követően októberben kezdik el próbálni a darabot a színművészek, majd november 16-án lesz a bemutató. Színes programokkal várják az érdeklődőket a kutatók éjszakáján a Soproni Egyetem munkatársai szeptember 27-én pénteken. A látogatók megismerhetik többek között az éjszakai lepkék világát, a farágcsáló rovarokat és a különböző gombákat is. Emellett látványos bemutatókkal és kísérletekkel készülnek a szervezők, de számos gyűjteményt is megtekinthetnek az ide látogató középiskolások. Ez már itt a sokadik kutatók éjszakája a Soproni Egyetemen, de most egy kicsit fordítottunk, csavarunk a történeten, hiszen a kutatók éjszakája pénteken van, szombaton pedig egy családi napot rendez a Soproni Egyetem. Így aztán a kisebb gyerekeket, a családokat inkább szombatra invitáljuk, csalogatjuk, kifejezetten rájuk is készülünk programokkal. A kutatók éjszakáját pedig szeretnénk igaziból éjszakai programmá tenni, és egy kalandozássá tenni, elsősorban megcélozva vele a soproni középiskolásokat, hogy egy kicsit mélyüljenek el, merüljenek el a Soproni Egyetem titkaiban. Úgyhogy nem előadásokkal készülünk, hanem inkább bemutatókkal, kísérletekkel, demonstrációkkal, látványos, izgalmas, kipróbálható, megélhető dolgokkal. Lesznek kémiai kísérleteink, ókori tárgyakat lehet készíteni majd 3D-s nyomtatással, és azokat persze egy játékos formában aztán majd fölismerni, megtalálni. Lesz itt a botanikus kertben éjszakai pillangó, éjszakai lepke megfigyelés, ahol ilyen bizonyos fényforrásokra majd bizonyos röpképes állatok fognak gyűlni, és azokat meg lehet vizsgálgatni. Természetesen mindenhol szakértő oktatónk lesz a diákok, érdeklődők segítségére. Aztán sok mindennel készülünk, itt a Ligneumban például a botanikus kert növényeiből lehet kozmetikumokat készíteni. Úgyhogy azt gondolom, egy érdekes játék lesz ez, és aki ügyesen végigmegy a feladatok bizonyos részén, az még ajándéksorsoláson is részt vehet, úgyhogy azt hiszük, hogy egy izgalmas programmal készülünk. Az átlagosnál melegebb volt az idei nyár. 1871 óta ez volt a legforróbb időszak Sopronban. 22,9 Celsius fokos évszakos átlaghőmérséklettel. Országosan 14 forró nap volt, amikor a hőmérséklet elérte a 35 Celsius fokot. Ez 11 nappal több, mint ami az elmúlt években jellemző volt. Ugye a nyári összegzést látjuk, 1871-től Sopronra készítettük el a nyári középhőmérsékletek értékeit, és hát nagyon jól látszik, hogy zömmel 2000 utáni évek szerepelnek. Az első tízes listában mindössze 1992, illetve 1952 nyara került be. Érdekesség, hogy akkor 40 évet kellett várni egy hasonlóan forró nyárra, míg ugye, hogyha az adatsor többi részét nézzük, akkor mostanában már 3-5 évente történik egy rekorddöntés a nyarak tekintetében. Kis Márton mutatja az idei nyári középhőmérséklet adatait. Idén az átlagosnál kétszer több hőségnapot regisztráltak a Hungaromet ZRT munkatársai, ekkor a legmagasabb hőmérséklet elérte, sőt meghaladta a 35 Celsius fokot is. Hosszú forró nyáron vagyunk túl Sopron térségében. Hogyha a meteorológiai adatokat nézzük, a középhőmérsékletre érdemes fókuszálni. 1871 óta van megbízható adatsorunk Sopron térségéből, és azóta tartó időszakban ez volt a legforróbb nyár, 22,9 fokos évszakos átlaghőmérséklettel. Ez holt versenyben a 2019-es nyárral futott együtt az első helyért.
És ha megnézzük az első 10 legmelegebb nyári időszakot ebbe a nagyon hosszú periódusba, akkor gyakorlatilag az évek javarésze a 2010 utáni és a századforduló 2000 utáni évekről beszélhetünk. Tehát nagyon jól mutatja az adatsor a felmelegedést. Nagyon sok forró napunk volt, 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet nagyon sokszor Sopronban, illetve ami érdekes, hogy a trópus éjjelek száma, amikor éjszaka sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet, ez is rendkívül magas volt. A szakember kiemelte, érdemes összehasonlítani az idei nyarat az 1950-es évekkel, akkoriban egy évtized alatt fordult elő 5-6 trópusi éjszaka, az idei nyáron ezeknek a száma mintegy meg négyszereződött. Most az idei nyáron ezeknek a száma megközelítette a 20-at térségünkbe. Tehát egy nyár alatt több fordul elő, mint régen egy évtized alatt. A csapadék mennyiséget, hogyha nézzük, Sopronban 196 mm csapadékot regisztráltunk, ez kicsivel elmaradt a sok éves átlagtól, és igazából a nyári időszak csapadékát a június mentette meg, az rendkívül csapadékos volt, 100 mm fölötti összegeket regisztráltunk, és gyakorlatilag június közepétől, mintha elzárták volna a csapokat, alig hullott csapadék, a júliusi időszak rendkívül száraz volt, itt térségünkben is alig hullott 20-30 mm csapadék, miközben például a megye keleti részén volt, az 5 mm sem érte el a lehullott csapadék mennyisége. Augusztus némileg korrigált, 60 mm körül csapadékot regisztráltunk. A nyár száraz és a szokásosnál 6-7 fokkal melegebb idővel ért véget. Szeptember első hetében hőhullámmal és 35 fokkal vette kezdetét a meteorológiai ősz Sopronban. A következő napokban is lehetnek záporok, az időjárásról részletesen híradónk után hallhatnak. Ezután Hét témája című műsorunk következik, majd az Új ház című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió szerdai híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön napos, fátyolfelhős idő várható, erős, az ország északnyugati felén viharos lesz a délnyugati szél. Délután 23 és 29 fok között alakulnak a maximumok. Pénteken egy hidegfront előterében helyenként nyugaton, északnyugaton alakulhat ki időnként eső, zápor, máshol viszont még sok napsütésre van kilátás. Északnyugaton 21 fok körül alakulnak a maximumok. Szombaton egy hidegfront hatására gyakran erőteljesen megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor. Sopronban 17 fokig emelkedik a hőmérséklet.